Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén, abból az alkalomból, hogy bemutassuk a Luther kiadónak és a Hermeneutikai Kutatóközpontnak az új közös kiadványát, Gregory Boyd, a Keresztény Nemzet Mítosza című könyvet, és arra gondoltunk, hogy egy beszélgetés formájában történne meg ez a bemutatás, ahol egy kicsit beszélgetnénk a könyv által felvetett témákról, és hát természetesen magáról, a könyvről is. Még itt az elején említsük meg azt, hogy a maga a szöveg, a Szkoroli Veronika, a Hermeneutikai Kutatóközpont munkatársának a fordításában jelent meg, és így vehetjük most kézbe, és bátorítok mindenkit arra, hogy vásároljon belőle példányokat, még nyomda meleg a kötet, a kötetek még nyomda melegek is, és a Luther kiadónak a webáruházában is megvásárolható kedvezményesen most ez a könyv. Szeretném bemutatni, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a beszélgetőket, akik elvállalták azt, ezúttal is köszönjük a vállalásotokat, akik elvállalták azt, hogy beszélgetnek a könyvről is, így próbáljuk bemutatni és közelebb hozni a könyvnek a témáját. Laborci Dóra újságíró, evangélikus teológus, Kovász blognak a szerkesztője, dr. Fabin Tibor egyetemi oktató, a Hermeneutikai Kutatóközpontnak a vezetője, így a társkiadó képviseletében is van itt ő, illetve előszót írt a kötethez. Nagy Gergely, a kálvinista apologetika alapítója, a református lelkész, és én pedig Kovács Viktor vagyok, a Kötőszó blognak állandó szerzője. Nagyjából úgy kell számolnunk, hogy egy bő órában beszélgetnénk a könyvről, és szeretnénk azt, hogyha a végén lenne egy pár perc arra, hogy kinyissuk a kört, és esetleg egy-két kérdést is föltehessenek a hallgatóságnak. A köréből meglátjuk, hogy hogy tudunk gazdálkodni az idővel. A beszélgetést rögzíteni fogjuk, úgyhogy később elérhető lesz majd felvétel formájában. A beszélgetésben tegeződést fogjuk előnyben részesíteni, talán egy kicsit gördülékenyebb lesz majd maga a beszélgetés. Mindenek előtt bekezdve egy kicsit előszóként, hogy így mondjam, Tiborhoz fordulnék, aki az előszót írta a könyvhöz, egy kitűn előszót, ahol egy történelmi ívbe helyezte bele magának a könyvnek mondani valóját, amit egészen a Zélótártól Konstantinuszon keresztül egészen mind a mai napig húzott, úgyhogy azt szeretném megkérni, hogy Tibor egy pár mondatban mondjon általánosságban benyomásait a könyvről, gondolataidat a könyvről, így egyfajta felvezetőként itt a beszélgetésünknek az elején. Köszönöm szépen, örülök én is, hogy itt lehetek. Ez a könyv körülbelül 15 évvel ezelőtt került a kezembe, amikor Amerikában kutattam, és már akkor megragadta a figyelmemet, hogy mennyire aktuális ez. Noha akkor már 2 éve, vagy 3 éve azután voltam kint, amikor ez a könyv megjelent, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan téma, ami itt és ott mindenütt rendkívül fontos. Hogyan viszonyul a keresztény ember a politikához? Ez egy nagy kérdés. Egyszerre vagyunk Krisztus testének a tagjai, és a polisznak is a tagjai, ezért az identitásunkat valamiképpen keresnünk kell. Jézus korában tudjuk, hogy a zelóták, mint Viktor is említette, azok voltak, akiket politikai szabadulást vártak a messiástól, és talán Judás is ezért csalódott Jézusban, mert nem úgy lett messiás, ahogy ő azt elképzelte. Amikor a farizeusok meg akarták fogni Jézust, hogy kell-e adót fizetni, jól ismerjük a választ, a bölcs választ, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Nagyon érdekes, hogy noha a kereszténység Krisztus fellépése nem politikai fellépés volt, de következményei, politikai következmények is voltak. Tehát nagyon hamar megváltozott az ottani helyzet, talán éppen azért, mert nem politikusan lépett fel Krisztus. Ugyanúgy elmondható ez az első évszázadok keresztény üldözéseire is, amikor hát a császár és a kereszt úgy hát konfliktusba került, és tudjuk, hogy az első keresztényeket föláldozták, és mártíriumot szenvedtek.
És ez egészen tartott a negyedik századig. A negyedik században történt az, amit úgy nevezünk, hogy a konstantinuszi fordulat. Ez egy nagyon érdekes jelenség, mert nem csak akkor történt ez, hanem sokszor történik az egyház történetében, amikor a kereszténység úgy tűnik, hogy használható eszme lesz egy politikai cél érdekében. Tehát felismeri Konstantinus azt, hogy jelben győzni fogsz, és a 313-as milánói ediktum után az egykor üldözött kereszténységből hirtelen egyik csapásról a másik, egyik napra a másikra, hát győzelmes, triumfás kereszténység lesz, és kezdi megtalálni a helyét a világban, sőt olyannyira, hogy a középkorban nagyon sok szempontból összefonódott a trón és az oltár. És ez azért izgalmas, mert mindig is voltak azért olyan keresztények, akik nem támogatták ezt a szimbiózist. Gondoljuk arra, hogy a konstantinuszi időben voltak az úgynevezett donatisták, akik azt mondták, hogy aki elárult annak idején a keresztény eszméket, azokat nem lehet felszentelni az egyházban. És később is, a középkorban is voltak olyan egyházkritikus mozgalmak, előreformációs mozgalmak, amelyek hát azt a bizonyos trón és oltár szövetséget kritizálták. A lutheri reformáció lényege az volt, és általában a reformáció, hogy nem helyes, ha összekeverjük a politikát, a hatalmat az evangéliummal. Jól ismert Luthernek ez a tézise, a kettős birodalom felfogása, ezt persze sokféleképpen lehet értelmezni, vitatható is sok szempontból, de lényeg az, hogy meg kell különböztetni. Tehát Luther azt mondja, hogy az, hogy én jó keresztény vagyok, abból nem következik az, hogy én jó politikus vagyok. Vagy ha én jó politikus vagyok, az nem feltétlenül azért van, mert én jó keresztény vagyok. Luther azt mondja, hogy nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy valaki jó fejedelem legyen, csak legyen esze. Ugye ez a, hogy elég, hogyha esze van, és akkor jól tud kormányozni. Most ez a reformáció, ami hát egészen a modern korban odáig vezetett ez a szemlélet, hogy tulajdonképpen az amerikai kontinensen megtörtént az egyház és az állam szétválasztása, mint ezt jól tudjuk. Ugyanakkor a 20. században, és hát nagyon rövid és vázlatos, és éppen ezért egy kicsit felszínes az áttekintésem, de a 20. században egyre olyan több irányzat van, hogy megpróbálják ezt az úgynevezett modern, racionális, puritán szemléletet hát túlhaladni azáltal, hogy újra megpróbálnak valamilyen egységet teremteni a politika és a hit között. Amerikában ez a vallási fundamentalizmus hát kontextusában jelenik meg, de nagyon sok helyen egyfajta jobboldali politika szövetkezik a kereszténységgel, illetve a kereszténység szövetkezik a jobboldali politikával. És hát az a kérdés, hogy ebből mi jön ki. Tehát sokan azt mondják, hogy ez egy nagyon jó dolog, én úgy hiszem, hogy ez nagyon veszélyes, és hogyha a politikai érzelmeket hát generálunk vallási indulatból, vagy fordítva, abból valami nagyon veszedelmes dolog jön ki. De ez most már átvezet minket a következő kérdésed. Mielőtt még tovább vezetődnénk, azelőtt megkérném Dórit is és Gerlőt is ebben a sorrendben, hogy általános gondolataitokat, így benyomásaitokat osszátok meg a könyvvel kapcsolatban, csak úgy általánosságban. Igen, kérlek. Nekem nagyon örültem, amikor felkértetek erre a beszélgetésre, mert én hát így 6 éve így pelenkázás közben hangos könyv formájában a kisgyerekes elszigeteltségben való szellemi, nem tudom, sivárságomat így felfrissítve kerestem valami olyan tartalmat, amitől így azt éreztem, vagy tehát, hogy valamit, és akkor megtaláltam ezt angolul, és akkor hallgattam. Hát, így fosztrányos emlékeim maradtak róla, de le voltam nyűgözve, tehát, hogy én nekem abban az időben ez így nagyon, nagyon felszabadító, és lelkesítő volt hallgatnom, ugye azzal kezdi a szerző,
hogy aki ezeket a forradalmi tételeket, mint amit itt Tibor is megfogalmazott ma gyülekezet előtt, az ő evangélikál közegében, ez nagyon fontos, hogy egy evangélikál szerző, a gyülekezet előtt szószéken vállalja, az azt is vállalja, hogy úgy körülbelül 20%-os veszteséggel kell számolnia. És ez nagyon elgondolkodtatott akkor, hogy ugye az igazság, persze tudom, erről is külön kerekasztalt beszélgetést szervezhetnénk, vagy hát, hogy a Krisztus követés igazságának a kimondása, az milyen járulékos veszteségekkel járhat, és hogy ugye ez hogyan függ össze politikai érdekekkel, napirendekkel, elvárásokkal, és nagyon-nagyon-nagyon mély beágyazottságokkal, mert Bertibor említette, hogy ez új, viszonylag új keletű, ez a típusú politikai kereszténység, vagy politikai fundamentalizmus, azért elég erősen begyökerezedett, én úgy látom már az elmúlt 10-20 évben, akár ugye nálunk is, és hogy elég nehéz úgy beszélni róla, hogy ebből ne legyenek igazából akár sebek, fájdalmak, tehát hogy veszteségek. És ugye hát a szerző egyébként ezt nagyon szépen fel is oldja, hát ezt nem fogom mindent elmondani most ebben az első körben, de hogy ez a bátorság, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon felszabadító volt, ráadásul ő ugye nem is egy ilyen értelmiségi, evangélikus közegből beszélt, mint akár én, hanem egy amerikai világból, amit megint csak más, főleg Amerikában és ezt a kontextusban azért annyira nem ismerem, úgyhogy most így bevezetőnek ennyi volt nekem az első találkozásom és benyomásom róla. Köszönöm. Én nagyon örülök, hogy megjelent ez a könyv, mert hiánypótló, bár nagyon sok mindenben nem értek vele egyet, de fontos, hogy szélesítse azt a palettát, ami általában ennek a témának a kapcsán megjelenik Magyarországon, főleg azért, mert kevés ilyen merészkönyv van a piacon, mint ez. Tehát ilyen szempontból örülök, hogy megjelent. Én a témában angol nyelven olvastam egy monumentális evangelikál kiadványt, Wayne Grudemnek a Politics According to Bible című könyvét, ami technikai ennél, és Grudemről annyit kell tudni, aki nem hallotta volna még a nevét, hogy a 20. század egyik legtekintélyesebb evangelikál teológusa, rendszeres teológiát is írt, és ezzel összehasonlítva, ezt a két könyvet összehasonlítva is, én talán egy picit így az elején, ha már azt kérdezted, hogy a könyvről mi a véleményem, egy pici kritikával élnék, mert a szerző Boyd, ő egy olyan evangelikál mozgalmat kritizál, aminek a jellemzője az úgynevezett dominium teológia, tehát ez a foglaljuk vissza Amerikát, és akkor jön el Krisztus országa, hogyha meghódítjuk ezt az államot, és az iskola rendszertől kezdve a politikán át mindent a kereszténység uralma alá hajtunk. De ez, ami a könyvnek a fő fókusza, is az evangelikál palettán belül is egy nagyon kicsi szélsőség, ami a tényleg fundamentalista, karizmatikus, pünkösdi karizmatikus mozgalomra jellemző, nem pedig magára az evangelikál teológia egészére. Lásd például John MacArthur, világhírű evangéliumi igehirdető, aki pont az ellenkezőjét mondja annak, amit negatív példaként Boyd felhoz, és hogy a politikától minél inkább távol kell tartani magát egy evangelikál, konzervatív embernek. Tehát van az inga egyik oldala, és ami az a szélsőség, amit a könyv kritizál, és szerintem az ingának egy picit a másik oldala, egy másik szélsőség, ahogyan meg is jelenik a műben, és a Tibor is utalt rá a bevezetőben, hogy, illetve az előszavában, hogy talán egy kicsit szélsőségesen pacifista is más hagyományból jön, ugye, mint akár a Tiborék, akár én. És talán egy picit ezt nagyon érdekes témákat vett fel a könyv, és érdemes ezekről beszélni, de én kicsit hiányolom a teológia és a tudományos árnyalatokat, és egy kicsit túl fekete-fehérnek tartom azokat a válaszokat, amiket ő ad, és azokat a kritikákat, amiket megfogalmaz a könyvben. Köszönjük. Felejtsük, ez prédikációs sorozat volt eredetileg, tehát az érződik a könyvről, nem egy tudományos igényel megírt könyv, és ha már itt szóba hoztad, akkor én is egy pár szerzőt említenék, mert George Marsden, aki ugye írta a fundamentalizmusról, és most a napokban jelent meg itt a reklám helyett Izsák Norbertnek a
az amerikai fundamentalizmusról szóló könyve, és ebben nagyon szépen végigvezeti azt, hogy a fundamentalizmus hogyan alakult ki, és hogy a 20. századi Amerikában a politikával hogyan fonódott össze, akkor később a fundamentalizmusnak egy válsága volt, aztán újra hát erőt kapott. Tehát egy nagyon érdekes téma, és azt hiszem, hogy érdemes ezt a könyvet is elolvasni, illetőleg én egy másik evangélikál szerzőre hívnám fel a figyelmet, akit nagyon fontosnak tartok, hogy Mark Knoll. Tehát az az evangélikál szerző, aki olyan evangélikál, hogy a legnagyobb katolikus egyetemen, a Notre Dame Egyetemen is tanszéket kapott, akár csak George Master. Tehát ők az evangélikalizmuson belül egy nagyon egészséges evangélikalizmus kritikát is gyakorolnak. És ez hozzátartozik szerintem minden nézethez, hogy állandóan saját nézetünket is meg kell kérdőjelezni. Tehát nem abban kell hinni, amiben hiszünk, hanem mindig ki kell tenni magunkat annak, hogy kétkedünk is. Ő írt egy könyvet, aztán itt is idézem, hogy a kétkedésnek az erénye, itt van a pontos cím, csak el kell venni a szemegemet, The Benefit of the Doubt, Breaking the Idol of Certainty. Tehát a kétségnek a haszna és a bizonyosságnak a bálványát kell megdönteni. Amikor mi nagyon abban hiszünk, hogy ez úgy van, ahogy mi gondoljuk. Ugye? Tehát Krisztus mindig azt mutat, arra mutat rá, hogy nem egészen úgy van, testvérek, ahogy ti gondoljátok, hanem talán kicsit másképpen. Én a megvédésnek az egyszerűségét, amellett igen, hogy ugye tehát egy kontextuális üzenete van, tehát hogy itt tényleg el tudja az ember képzelni, hogy ezt így a hallgatóságnak átadja a szerző, ettől szerintem működik is, másrészt viszont nem mond ellent a fő üzenetének, miszerint ugye nem a köldöknézegetéstől és az értékrendektől folytatott vitáinktól és a belső köreinktől, vagy a hazavédelmétől, vagy bármilyen más frázistól leszünk keresztények, hanem attól, hogy ezt, hogy hogyan képviseljük ugye Krisztus szeretetét a világban, és hogy valójában ugye egy társadalmat és egy közösséget is ezt tesz keresztény, és ugye itt különbözteti meg a két királyságot. Nem tudom, erről majd beszélünk külön. Ezt fogunk beszélni. Tehát, hogy szerintem emiatt igazából ez a hitelességén, mert hogy nem is az a célja szerintem, hogy egy teológiai történeti áttekintést adjon, hanem hogy mítosztalanítson egy nagyon, nagyon súlyos és nagyon sok népet meghatározó jelenséget. Bocsánat, hogy félreértésnesség, én nem a könyvnek a... Tehát nem az a kritikám a könyv felé, hogy mondjuk túl általános, vagy populista, vagy bármi ilyesmi, vagy nem elég technikai. Tehát én örülök ennek a nyelvezetnek, és jó volt olvasni, hogy tényleg, és bárkinek kezébe oda lehet adni. Ez egy nagy előnye a műnek. Az én problémám az volt, hogy egy darab szélsőséges teológiálláspontra egy másik nagyon szélsőséges teológiállásponttal válaszolt, egy olyan pozíciót lett fel, ami tehát teljesen mindegy a stílustól függetlenül, és nem vette figyelembe azt, hogy ezen a palettán, akár az evangelikál világban, akár más teológiai szintéren, akár a római katolikus világban, milyen egyéb más teológiai megközelítések vannak, és egy picit úgy éreztem, mintha sokszor talán kizárólagosként, vagy túlerősként tüntetni fel az ő álláspontját. Nem csak egy kérdésem van, de nem akarom a modellet, hogy mit érdekelne nagyon, hogy mit tartott el benne szélsőségesnek. Például, amire utaltam Sida Tibor a bevezetőjében, és ez csak egy példa, és említette például a pacifizmus, a háború kapcsán a kifejtett nézeteit. Hát ez egy legitim nézőpont a keresztény teológián belül, de ez is egy csak egy nézőpont. Most lehet, hogy Gergely nagyon nem értesz velem egyet, de én azt mondom, hogy ez egy apologetikus mű. Ugyanis ez a keresztény hit apologiája. Tehát az, hogy mi történik akkor, hogyha a politika megfertőzi a keresztény hitet. Az az alcím, hogyan pusztítja el az egyházat a politikai hatalomvá. Ugye? Tehát ez egyszerűen védi a tiszta evangéliumot, evangélium alapon, tehát éppen ezért harci helyzet van, és egy harci helyzetben nem panorámát kell adni, hogy lehet, vannak jobbról is, balról is, középuton is irányzatok, és hanem felveszi ezt a stílust, ami az apologikus helyzet kínál. Ezt neked nem kell magyarázni.
Tehát, hogy Jézus, most nem akarok nagyon messzire visszanyúlni, de ez a Jézus vándor karizmatikus életvitele és tanítása is tekintető radikálisnak és szélsőségesnek különös. Persze, tehát ez nem is gond, csak ez egy nézet. És csak hogy a balanszt lássuk, például sokat beszél az író arról, hogy milyen veszély vannak annak, hogyha megfertőzi a politika a kereszténységet. De ezt kizárólag olyan kontextusban láttatja, ami valamiféle jobboldali evangelikál, amit Tibor is említette, vonal, és mondjuk nem tesz említést, pontosabban egyszer tesz egy mondatban említést, például a dán és svéd luteránus egyházakról, amit ugyanolyan szélsős, csak egy másik oldalon ugyanolyan szélsős, hogy vonultak össze a politikával, és lehetett sajnos káros hatása ilyen. Bocsánat, csak tehát, hogy nem akarom már állandóan a védő ügyvéd szerepét játszani, de hogy én nem így, tehát hogy történelmi példákat is hozzá, az élótek és a vámszedők példáját, az egyiket megfelelteti a radikális baloldalnak, a másikat megfelelteti a polgári jómódú, hát korrupt elitnek. És hogy Jézus ugye nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy egy tanítványi körében ezeket egybegyűjtötte, tehát ő nagyon is amellett érvel szerintem tök következetesen, hogy egy politikai szélsőség sem az ideális, de azt is megérveli, hogy ő most jelenleg, vagy 2004 Amerikájában miért úgy látja, hogy a jobb oldali kisajátítása nagyobb fenyegetés az ő közösségeire. Bocsánat, nem. Lemecseljük itt. Igen. Forduljunk rá szerintem arra, hogy egy-két témát már így előkerült, így már a beszélgetésben nyilván a könyvnek nagyon sok fontos témája, de próbáljuk meg egy kicsit összeszedetten tematizálni azokat a csomópontokat, amik a könyvben vannak. És talán kezdjük azzal a nagyon radikális kijelentéssel, amit a szerző tesz már a könyvnek az elején, hogy mi volt az ő motivációja arra, hogy megírja ezt a könyvet, az pedig, amit ő úgy nevez, hogy a politikai bálványimádásnak a bűne, tehát a politikának és az egyháznak, vagy a politikának és a kereszténységnek az összefonódása. És azt mondja, hogy ennek a politikai bálványimádásnak a legfőbb oka az, hogy idézem, sokan őszintén úgy gondolják, hogy a keresztény hit minden kétséget kizáróan lefordítható a politika nyelvére. És az egész könyvön végigmegy az a szándék, hogy elválassza ezt a két világot, a politikának a világát és a kereszténységet, és erre különböző fogalmakat alkot, erre majd vissza fogunk térni. De én most benneteket kérdezlek abban, hogy vajon hol húzódik meg szerintetek akár a könyv alapján, akár saját gondolataitok alapján, de nyilván a könyvből kapott benyomásokat is nyugodtan fűzzétek bele, abba, hogy hol van az a határ, az az elválasztó határ a politika és az egyház között, amit esetleg meg lehet húzni. Lehet-e húzni egyáltalán egy határt? Lehet-e azt mondani akár a politikának az egyház küszöbén, hogy eddig és nem tovább? Vagy lehet-e mondhatja el a politika is az egyháznak a küszöbén, hogy azt mondja, hogy eddig és nem tovább? És vajon hol húzódik meg ez a határ? Dóri, téged kérnélek először. Jó, ezt átadnám szívesen, mert most még nagyon gondolkodnom kell rajta, gondolat ébresztő a kérdés, és nem akarom elsőjétni. Okay. Akkor kezdeném. Tehát ugye írja a szerző, nem jó az, hogyha a papok politizálnak és a politikusok prédikálnak. Ugye? Tehát ez egy torz jelenség. És azt kell mondani, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a hívő ember nem él ebben a világban. Nem jelenti azt, hogy nincsen politikai kötelessége. Tehát az ember zon politikon, társas lény, és valamiképpen a poliszért ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint más ember. Ugyanakkor nem az egyháznak kell ezt képviselni, hanem minden ember saját lelkiismerete alapján kell, hogy döntsön. Mert ha az egyház előírja azt, hogy ez a helyes politika, testvérek, ezt kell követni, akkor a lelkiismereti szabadságot korlátozzuk. A kereszténységnek egyik nagy-nagy fölismerése a tiszta lelkiismeret. Jézus föllépése, a parészia, a bátorság lelkiismeretének engedett. Luther fölépése szintén ez a bizonyos parészia, a bátorság, nyíltság volt, amikor nem azt mondom, amit elvárnak tőlem, nem azt mondom, amit jónak lát esetleg a hatalom, hanem amit a lelkiismeretem diktál. És ilyen szempontból
Én nagyon szerencsésnek tartom, hogy egy gyülekezetben több politikai párt szimpatizások is vannak, és esetleg egymással nagyon kedves testvéri beszélgetést folytattak erről. De nagyon sokszor, hát ugye ezek nagyon éles határvonalak, és pont arról szól ez a könyv, hogy az egyik tábor nagyon sokszor démonizálja a másikat. 30 évvel ezelőtt Dóka Zoltán evangélikus lelkész írt egy nagyon jó cikket, ami olvasható a Keresztény Igazságban, és azt hadd idézek abból egy mondatot, mert az számomra nagyon sokat jelentett, és az a címe a cikknek, hogy aktuális körkép luteránus szemmel, és így fogalmaz, hogy ha az állam és az egyház egymás dolgába avatkozik, ha az állam irányítani akarja az egyházat, és viszont az egyház részt akar venni a politika irányításában, azaz a világi hatalom gyakorlásában, akkor kölcsönösen megerőtlenítik egymást. Az egyház klerikalizálja az államot, az állam pedig szekularizálja az egyházat. És a másik idézet egy luteránus teológustól, Karner Károlytól van, azt írja, a kereszténység politikummá lesz, a politika nem lesz keresztjénné. Veszedelmes hitünkre, ha a vallásból politikát csinálnak. Tehát egyikből, ha másik lesz, az a veszedelmes, a kettő párhuzamosan kell, hogy éljen és létezzen egymás mellett. Igen. Ez egy nagyon fontos gondolat volt, amit legutoljára elhangzott, hogy veszedelmes, hogyha ilyen helyzet áll elő is, hogyha mondjuk az egyházba türelmik a politika is fordítva is. Azért a kérdésünkre azért nem lehet szerintem egyértelmű jó választ adni, mert az emberiség történelme folyamán a politikai paletta minden árnyalatában találkoztunk sajnos azzal, amikor tényleg a politika betüremkedett az egyházba, és az egyház nagyon be akar türemkedni a politikába. Gondoljunk csak a Dél-Amerikára, a felszabadítás teológia, a marxizmus, vagy akár náci Németországra, ott is ugye az állam és az egyház viszonya nem volt éppen olyan, amilyennek ezt mi szeretnénk, vagy ami ideális lenne. Tehát igazából vannak radikális és szélsőségesen rossz példák, de látunk példát, vagy jó példát, egészséges példát együttműködésre. Amikor, bár tudom, hogy ez az idézet, ami itt elhangzott, hogy nem jó, hogyha egy pap politizál, vagy egy politikus prédikál, ez nem konkrétan erre vonatkozott, de nagyon sok jó pap és lelki pásztor lett jó politikus, vagy politikai aktivista. Martin Luther Kingre gondoljunk, aki ugye a könyvben is megjelenik. Ez csak egy példa, de lehetne még sorolni. És úgy gondolom, hogy nagyon sok politikus is van, aki valóban mélyen hívő ember, és igyekszik keresztényként tenni a hazájáért. Ez az egész kérdés azért nehéz, mert szekuláris államban élünk, ahol... Hála Istennek! Igen, pont aminak érveltem az emetnek egy műsorában, hogy sokszor keresztények elfelejtjük, hogy milyen jó az, hogy szekuláris államban élünk, és ez nekünk hasznunk, és hogy ezt előnyünkre kéne fordítani, és ez előnyünknek kimondásatok. De ugye szekuláris államban élünk, ezért megvannak a határok, amit képviselhetjük a mi hitünket és meggyőződésünket, de azt se felejtsük el, hogy ha már politikáról van szó is, amit a szerzés kiemel, hogy azért megnyilvánulhatunk bizonyos politikai kérdésben, abortusz, eutanázia és a többi, és nyugodtan érvényesíthetjük a keresztény értékrendünket, arra kell vigyázni, hogy ne legyen a kereszténység a politika szolgája, vagy a politika a kereszténység szolgája. Igen, az jutott eszembe, több idézet is eszembe jutott a bolytól, az egyiket meg is találtam, de a saját válaszom az, hogy szerintem a kirekesztés, meg az elnyomás a határ, tehát amikor mindkét irányba vannak ennek torzulásai, tehát amikor az egyház lesz egy ilyen elnyomó, erőszakos, már abban a szempontból, hogy mondjuk annyira át akarja formálni a társadalmi intézményeket, hogy ugye mindent az Isten nevében cselekszenek, ennek mindenfajta vallásban fundamentalizmusnak hívják a nevét.
Tehát amikor ugye szent háborúk dolnak, amikor az iskolák, a családok, a minden csak és kizárólag vallási alapon működhet, azt társadalomtudományi szempontból is fundamentalizmusnak nevezik, vagy elsősorban abban a szempontból. Közelítem meg a kérdést, amikor fordítva áll elő a helyzet, és az állam erőszakolja rá magát az egyházra, politikai haszonszerzés, szavazatmaximalizálás miatt elsősorban, azt gondolom, most itt ebbe is hagyom a felsorolást, akkor viszont ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon torz helyzetet eredményez az egyház számára, és megint csak valahol az elnyomás és a haszonélvezet közötti félúton egy ilyen, sokszor ugye ennek aztán a mindenféle ilyen olcsó teológiák, és a hiteles üzenet látja kárát, és ugye ezt Boyd úgy fogalmazza meg, hogy ez a keresztény nemzet mítosz azért veszélyes, mert emiatt sokan Jézusról ugye az államra asszociálnak, így a krisztusi örömhír sokan már csak amerikai hírnek, kapitalista, imperialista, kizsákmányoló, melegellenes vagy republikánus hírnek tartják, és jogosan vagy sem, de hallani sem akarnak róla, és akkor itt térek vissza a kirekesztéshez, hogy ezzel ugye nagyon-nagyon sok embert elvesztünk, vagy hát potenciális, tehát hogy távolabb kerülnek Istentől, mint, tehát hogy ez egy reális kockázat szerintem. És akkor még egy utolsó gondolat, amit felírtam, és szerintem nagyon szemléletesen, hogy ezt úgy adja fel a szerző, hogy a keresztény nemzetnek ugyanannyira nincs értelme, mint egy keresztény tengeri malacnak, vagy földi malacnak, vagy mit ír, hogy ezek igazából tényleg annyira különálló területek, hogy lehet ezt így összevonni, de abból sok jó nem tud kisülni. És természetesen hitből, meg elhívásból származhatnak, ahogy Tibor is mondta, politikai tettek, de elsősorban inkább társadalmi tetteknek gondolom ezeket, aminek aztán lehet társadalmi és politikai hatása is, de hogy ez... Akkor felmerül a kérdés, hogyha ez a szigorú elválasztás megvan az egyház és az állam között, akkor hol van a helye az egyháznak a társadalomban? Ez a könyv, ez is viszonylag sokat beszél arról, hogy vajon hogyan helyezkedik el, és a könyv álláspontja nagyjából az, aztán cáfoljatok meg, hogyha úgy gondoljátok, hogy nem ez a könyv álláspontja, és aztán nagyon jó lenne, hogyha a ti álláspontotokat akár a könyv mentén is el tudnátok mondani, hogy egy cselekvő közösségnek van helye a társadalmon belül, amely nem egy proaktív tanító és a saját maga értékrendjét a társadalomra ráerőszakoló csoportként van benne, hanem az élet példáján, ugye sokszor előkerül a könyvben az, hogy mi lenne, hogyha megélnénk a krisztusi életet, és ezzel mutatnánk példát a társadalomnak, és ez lenne a ráhatásnak az elsődleges formája. És nyilván itt van egy spektrum, van két pólus, az egyik az abszolút zárványlét, mint egy szélsőség a társadalom és az egyház viszonyában, tehát az, hogy egyfajta zárványokként, szigetekként létezünk az egyházban, vagy egy nagyon proaktív, nagyon aktivista és nagyon-nagyon direkt befolyásoló csoportként jelenik meg az egyház, mondjuk ez a két pólus, Boyd valahova a kettő közé teszi be, de nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy hol van a helye az egyháznak, a társadalomnak a szövetében, mint interakcióba lépő csoportnak. Tibor? Három modellről beszél H. Richard Niebuhr a Krisztus és a kultúra című könyvében, a katolikus modellről, ami szintetizálja Krisztus és a kultúrát, mondjuk az egyházat és a világot, a kálvinistát, amelyik megváltoztatja ugye a világot, a hitből következik az, hogy én politikus leszek, Zoltántól Zoltánig, ugye, tehát utána pedig a harmadik, ez pedig a lutheri felfogás, ami paradoxonra épül, hogy feszültség kell, hogy legyen a kettő között. Tehát igenis nem olyan egyértelmű, hogy én hívőből, a hitemből nem feltétlenül következik az én jó politikai álláspontom. Szűcs Ferenc professzor szokta mondani, hogy nekem mindig egy hívő fogorvost ajánlanak. Én azt mondom, inkább egy jó fogorvost ajánljanak. Ugye? Szóval ez ebből következik. Na most még egy gondolat, ami kicsit ehhez tartozik, de még előbb akartam mondani, hogy
Tulajdonképpen minden hívőnek van egyfajta világképe, csúnya szóval ideológiája, politikai preferenciája. Na most az a probléma, hogy az igazi hívő ember tudja, hogy a hitét meg kell vallani. Tehát hitből következik a hitvallás, az a status confessionis, tehát meg kell vallanunk. Csak az a probléma, hogy attól függ, hogy milyen ideológiai vagy politikai preferenciák vannak, mert van akinek az a status confessionis, hogy most a melegek nem lehetnek az egyház tagjai, van akinek az a status confessionis, hogy a szegényeket kell támogatni. Ebben a kis kiadványban pár évvel ezelőtt kiadtunk ilyen hitvalló nyilatkozatokat mind a két oldalról, tehát úgynevezett konzervatív hitvallásokat, és például az amerikai Rosemary Rudernek felhívás az egyházokhoz az amerikai messianisztikus nacionalizmus ellen. És hát azt mondja, hogy ez egy eretnekség, tehát hogy Amerikának egy ilyen küldetés tudata van, ami tulajdonképpen a puritán egyházatyákra megy vissza, hogy Amerika city upon a hill, ugye, tehát Amerika mint egy, mondjam ezt magyarul, a hegyen épült város, igen. Tehát ebből erre vezetik vissza ezt a messianisztikus küldetés tudatot, és hát nagyon szépen tézisekben foglalja össze, hogy ez miért tekinthető herezésnek vagy eretnekségnek. Dori? A kérdés az volt, hogy hol helyen mindennek igen, az, igen, mindenben igen, az egyházban. Én ugye korábban nem titok, hogy dolgoztam itt az egyházi médiában, meg a kötőszóban. És akkor mindig azt mondtam, vagy azért álltam ki, hogy szerintem ez egy óriás, tehát ahol annyira beszűkült a, most lehet, hogy messziről indulok, de végül is az a válaszom, hogy annyira beszűkült a médiatér akkor, amikor én ugye újságíróként a pályára léptem, hogy nem lehetett baloldali lapként jobboldali politikussal beszélni. Egyszerűen az ember képtelen volt teljes képet adni, tehát ilyen alapvető újságírói etikai kódexeknek megfelelni, főleg pályakezdőként, amikor nincs a zsebedben még nem tudom hány telefonszám jobbról-balról politikusoktól, hogy azt gondoltam, és a mai napig ezt gondolom, hogy ez a feladata, hogy olyan teret teremtsen, ahol ezek a felek le tudjanak ülni, megbeszélni egymással, de a szerintünk fontos dolgokat, nem a szerintük fontos dolgokat, tehát hogy nagyon-nagyon hiányolom például akár a kötelező hitoktatásnak az a belső narratívát, az jó-e nekünk? Nem jó? Tehát, hogy ezek sehol nem jelennek meg a nyilvánosságban, tehát, hogy nem, tényleg nem akarok nagyon saját asztalomra terelni a témát, de például ugye az sem titok, hogy Gergellyel ebben a kis posványos keresztény közéleti szcénában, nem, tehát, hogy többször jelent meg az ő felületükön az én írásomat kritizáló bejegyzés, és vicc. És az én feletében sok. De nem, lehet, hogy nem te írtad, de nálatok jelent. Nem. Egyszer, igen. De mindegy, tehát, hogy és itt ülünk, és tehát, hogy én igazából szerintem ez, és ugye ez egy nagyon fontos állítása Bogynak, hogy még ha mondjuk nekem rosszul is esik, vagy bánt engem valaki, most nem ti, de hogy például, akkor is el tudjam különíteni azt, hogy a bántás ellenére is szeretni tudjam az ellenfelemet, és ezzel példát mutatni. Tehát, hogy ha ezt nem képesek képviselni Magyarországon a történelmi egyházak, akkor nem tudom, tehát, hogy akkor nem nagyon van miről beszélni. És én ezt gondolom feladatnak, vagy helyzetnek, meg akár küldetésnek is. És az, hogy ezt nem töltik be, az megint csak szerintem egy politikai nyomás. Egész rövid kiegészítésre tehetek, mert Gergely hozzászólt. Tehát azt hiszem, amit Dóri fejteget, amögött az van, hogy nem az egyház vagy egyházak tematizálják a világot, hanem a világ tematizálja az egyházat. Ő diktál, hogy nekünk hogyan kell gondolkodni, mit kell elfogadni, ahelyett, hogy az egyház gondolkodása, hát mint uram, bocs, ez egy érdekes kifejezés, Ordas Lajos használta, hogy az egyház az állam lelkiismerete. Érdekes dolog. Tehát tulajdonképpen érdemes ezt elgondolkodni. Nem mondom, hogy minden szempontból vitathatatlan fogalom, de mindenképpen megír, hogy kicsit gondolkodunk ezen. Én is egy picit messziről indítok. És megint azzal kezdem, hogy milyen jó, hogy elhangzott ez a Niebuhr-féle modell, mert ez is jól mutatja azt, hogy milyen árnyalt a kép ebben a kérdésben, ki hogyan közelíti meg az egyház és a politika, illetve a társadalom kapcsolatát, a könyv az egy, a katolikusok mások, kálvinistaként egy harmadik vagyok.
Én alapvetően pont ezért úgy gondolom reformátusként, amint is elhangzott, hogy, hogy az egész életünk egy istentisztelet, valami szkálin nyomán, és ott van a társadalomban a helyünk, ahol keresztények vannak, és így kell átszőnünk egyen-egyenként a társadalmat, mindenkinek a maga munkahelyén, a családjában, éppen ott, ahol tenni tud. Ez az elsődleges, ahol meg tudunk jelenni a társadalomban, és tenni tudunk. A probléma az ott van, hogy ez nem történik meg. És miért nem történik meg? Miért látjuk azt, hogy Magyarországon összeomlóban van a kereszténység, és nem az elmúlt 12 évben kezdődött ez a tendencia, hanem a rendszerváltás óta, tehát az elmúlt 30 plusz év az, ami tulajdonképpen folyamatosan erodálta azt, amit mi kereszténységnek nevezünk, vagy a keresztények létszámát. És ebben... Előtte nem volt? Előtte nem voltak felmérések erről. Ugye én a közvéleménykutatási adatokból tudok kiindulni, amit részben a rendszerváltás óta mérnek, részben pedig 2001 óta, tehát ugye ez két külön adat. De hát, hogy így fogalmazzak, van egy rádiómisor, aminek így kezdik a színnel, kipróbáltuk az önök ízlését, és az elmúlt 30 évben kipróbáltuk azt az utat, ami idáig elvezetett különböző politikai oldalakon keresztül, és nem működött. És a kereszténység ma Magyarországon társadalmilag nincsen jelen. Miért nincs jelen? Azért, mert a világ diktál az egyháznak, és nem az egyház diktál a világnak, de miért diktál a világ az egyháznak? Azért, mert onnan jön a pénz. Azért tud diktálni, mert sem az evangélikusok, sem a reformátusok nem tudnák magukat önerőből állami támogatás nélkül fenntartani. Nálunk a gyülekezetek 20%-a önfenntartó, ami azt jelenti, hogy ha elzárnak minden csapot, ennyi gyülekezet lenne képes egészségesen fenntartani az intézményeit, a lelkipásztorát eltartani és megélni. Na most ez kinek a hibája? Lehet mindig kifelé mutogatni, a politika felé, lehet befelé is mutogatni az egyházi vezetők felé, a gyülekezettagok felé, de szerintem ez mindannyiunk problémája, mindannyiunk hibája, és ezzel szembe kell néznünk, és újra, és ezzel zárom ezt a gondolatot, és fel kell fedeznünk azt, hogy ma már a kereszténység Magyarországon is, és a teljes nyugati kultúrában, ha tetszik, ha nem, ha nem tudom, ez antikrisztusi gondolatnak egyesek szemében, ha nem, egyek vagyunk az ideológiák piacán, mi egy termék vagyunk a polcon. Ott van az iszlám, a buddhizmus, az ateizmus, bármi, amivel egy ember találkozik, és ami közül választhat, mint ideológia, vagy mint életforma, vagy gondolkodási forma. Miért lennénk mi csábítóbbak, mint bármi más? Nem vagyunk egyáltalán csábítók, nem vagyunk hivogatók, és óriási a lemaradásunk. És mivel ezt nem ismerjük fel, ezért ez a szakadék köztünk, és azok közt, akiket el kéne érnünk, egyre csak nő. És itt mondhatok egy mondatot, hogy ezért vitatkoznék az első mondatoddal, hogy oda kell mennünk, ahol a keresztények vannak, mert ha oda megyünk, az egyre fogyatkozik. De nem ezt mondtam, hanem hogy hanem keresztényként az életünk az egy istentisztelet, és ott kell nekünk, nem tudom, világítanunk, prédikálunk, bizonyságot tennünk az életvitelünkkel, a szekuláris közegben, a munkahelyünkön, a barátaink körében, akik nem keresztények, minden egyes keresztény így tud a társadalom szövetében hatni, hogy úgy él, ahogyan azt Krisztus elvárja, úgy él, ahogy egy hiteles kereszténynek élnie kell, úgy dolgozik, úgy kezeli a pénzt, úgy vezeti a családját. Tehát, hogy ez legyen példa egy nem keresztény számára, és ezt tegye vonzóvá a kereszténységet, a hiteles élet. Én azért nem értek egyet ezzel, mert ez a Krisztentum logikája, nem a krisztusi keresztény logikája. Tehát egyfajta moralizmus van mögötte, ha én jó keresztény vagyok, akkor én ezentúl jól fogok viselkedni, nézzen föl rám a világ, kövessem őt. Tehát ez nem lehet egy az ideológiák közül. Ez borzasztó veszélyes, hogy azt mondja, hogy a polcon egyik sem. A kereszténység a show. Ugye, tehát bármilyen helyen show, és nincs helye a polcon. Bemegyünk egy könyvesboltba, például Londonba, azt látjuk, hogy régen ilyen széles könyv, keresztény könyvek, aztán most már alig van ugye vallási vagy teológiai téma. De ez emiatt nem kell kétségbe esni. Volt rosszabb is a helyzet, lesz még ennél is rosszabb. Tehát egyszerűen nem kell nekünk versenyezni a különböző ideológiákkal, mert nem erre vagyunk. Ez a Krisztentum logika, hogy nekem hát helyezkedni kell, hogy tért nyeljek, és minél inkább érvényesítsem a meggyőződésemet rá, nézzenek föl rám az emberek. Szóval hiteles életet éljek a munkahelyemen is,
hiteles keresztényként viselkedjek, és ne sikasszak, ne raboljak, úgy viselkedjek, hogy azt Krisztus elvárja tőlem, szerintem ez alap. Ezt kellene minden kereszténynek megélni a munkahelyén. És én nem azt mondtam, hogy törtetni kell, vagy bármit, hanem az, hogy ezzel tudok én hitvallást tenni, az hiteles Krisztus életemben. Nekem is nagyon sok gondolatom támadt, és nem biztos, hogy mindet megjegyzem, mire a mondatom végére érek, de hogy ezzel a keresztény életvitellel a problémám, hogy így nagyon sok nem keresztény ember is él. Tehát, hogy nevelnek szeretetben, egyenlőségben gyerekeket, nem sikasztanak és verik át egymást, és mégsem hívők, mert valamiért nem találtak meg, vagy nem találta meg őket ez az üzenet, és hogy ennek szerintem, hogy nem találta meg őket, nagyrészt ez a hitelvesztés az oka. Tehát, hogy nekünk elsősorban szerintem a saját mondani valónkat kellene rendbe tenni, és ezt most azért is állítom ilyen magabiztosan, mert az ELTE médián tartok vallások a médiában kurzust 20 éves hallgatóknak, és most egy pár hete volt egy olyan feladatuk, hogy tematizáljanak bármilyen vallással kapcsolatban egy jelenséget, vagy problémát, amit látnak a médiában, és teljesen mindegy, hogy tényleg a rastafári, az iszlám, a judaizmus vagy a kereszténység jött elő, azt fogalmazták meg, majdnem teljesen mindegy, hogy milyen példát hoztak, showbiznisz, közélet, sorozat, bármi, hogy sztereotipikus szerintük a vallás ábrázolása, és azt vetted, hogy ezek a jövő újságírói vagy fiatalok így egyszerűen éhesek arra, hogy lássanak egy ilyen élő, hiteles narratívát vagy sztorit, hogy akkor emögött mi a valóság. Tehát, hogy, és én azt gondolom, hogyha egyszerűen, ha már itt az anyagiakról is szó esett, hogy közpénzekből tud fennmaradni szükségszerűen, mivel önfenntartó nem tud lenni nagyon sok, vagy hát a legtöbb egyház és gyülekezet. Ez mondjuk Amerikában máshogy van, de nem akadt, ott azért biznisz, ha jobb, de ezt Tibor, te biztos jobban tudod. Tehát ott azért jobban üzleti alapokkal működnek a gyülekezetek. De minden esetre nálam valóban ez a valóság, akkor viszont felvetném, hogy nem tudnánk-e mondjuk közfeladathoz hasonló érték közvetítést ellátni, amiben ugye egy alapközszolgálati célkitűzés az az, hogy minden vallás és etnikai kisebbség, most ezt nyilván nem tehetjük meg evangélikus vagy református, de hogy a híveink felé, meg azt gondolom, hogy a világ felé is felelősségünk az, hogy valahogy ezt rendbe rakjuk. Igen, na most kicsit én másképpen gondolom, főleg Gergely, de kicsit Doritól is egy kicsit eltérő módon, ugyanis te is hitelességről beszél, hogy a hiteles életformát kell felmutatni. Ez persze így van, és ez üzenetet, igen. Csak mi kísértette mindig legjobban a kereszténységet, sőt, a zsidóságot és a képmutatást. Tehát az, amikor valaki nagyon jó keresztény, nagyon jó zsidó akar lenni, akkor farizeus lesz. Hát a legjobb zsidókat, a legjobb hívőket, legmorálisabb zsidókat mondta Jézus, hogy hát ti vagytok az utolsók. És ugye, tehát Jézus nem az igazakhoz jött, hanem a bűnösökhöz. Nem az okosakhoz, hanem az együgyűekhez. És ezért, Uram, bocsá, keresztény hitben benne van a kudarc is. Tehát nem vagyok egy tökéletes valaki, hanem én elbukom. Luther azt mondja, hogy a szentek bukásából én többet tanultam, mint a jó cselekedeteikből. Ugye? Tehát ez számára hát evangélium. Ugye? Tehát, hogy senki sem olyan, hogy kiírják a táblára, hogy ő az igazi keresztény. Tehát nagyon kell vigyázni ezzel a ismét morális szempontnak nevezem, amikor én tőlem indul ki, hogy hát én jó keresztény akarok lenni, láss a világ. Persze, így igaz, csak az eredmény legyen, és ne a belőlem kiinduló kényszer, hogy akkor én megfeleljek annak az elvárásnak. De itt akkor én is, mert hogyha így jött le, akkor rosszul mondtam már, hogy ugye meg a Boldra visszatérnék, hogy ő is itt a törölközővel a farizeusok ellen, vagy hogy van, amikor ugye, ahogy Jézus megmosta a tanítványai lábát hozza fel példának, hogy ez a, tehát hogy én a hitelesség alatt ezeket a gesztusokat értem alapvetően. Akkor forduljunk rá erre szerintem, mert ez a könyvnek az egyik kulcs mondani valója, hogyha a világot és a
és a kereszténységet, illetve az egyházat meg akarja különböztetni, az az, hogy milyen rendszerben viszonyulnak egymáshoz a világban lévő emberek és az egyházban lévő emberek, és erre egy olyan fogalompárt használ, hogy alárendelő és alárendelődő szemléletmód, ami szerintem az egyik kulcsfogalompárja ennek a könyvnek, hogy amíg a világban alárendelő, azaz a másikat elnyomó és mondjuk egy hierarchikus rendszerbe épülő társadalmi szövet van, mondjuk így, addig az egyházban egy alárendelődő rendszernek kellene lennie, amely alárendeli magát a másiknak, és nagyon érdekes, ahogyan a könyv párhuzamba állítja a Jézus Krisztusnak ezt az alárendelődő attitűdjét, hogy így fogalmazzak meg, a világban található hierarchiával, és azt mondja, hogy ez az a pont, amiben radikálisan különbözik az egyház és a világ, ugyanis nem funkcionális akar lenni az egyház, nem győzni akar az egyház minden áron és minden eszközzel, hanem Krisztust akarja követni, és ezt írja Boyd, hogy ismétlem, ilyen az Isten országa, úgy cselekszik és úgy néz ki, mint Jézus Krisztus. Úgy cselekszik és úgy néz ki, mint a Golgota. Ezt hogyan tudjuk most itt az eddigi beszélgetésünk mentén is lefordítani ezt a hétköznapokra? Igen, tehát tényleg az alárendelő modell az a hatalom logikája, ugye? Tehát hatalom erőszakra épül, és alárendeli a többieket önmagának, és az ideológiának is ez képvisel. Az alárendelőben ott van az erőszakmentesség, a szelítség és az alázat, ugye? Tehát, hogy nem én tudom a tutit, hanem engedem, hogy krisztusi alázattal viszonyuljak a másikhoz. Tehát ez egy alapvető különbség, és kell, hogy érzékeljük ezt a különbséget. És most átadom a szót. Én nem tudom mit mondani, mert nekem kettő gondolat volt nagyon gondolatébresztő ebben a kérdésben, amit most feszegettünk. Az egyik az az, hogy mindez nem jelenti azt, hogy megengedem, hogy engem bántsanak. Mert hogy ugye ez is lehet egy veszély ennek, illetve én ugye sokszor írtam, foglalkoztam családon belüli erőszak témájával, és ott az érintett nők elsősorban azt fogalmazták meg, hogy ugye egyházvezetőjük, lelkészük legnagyobb jó szándékkal az alázat és a krisztusi szeretet parancs jegyében igazából megerősítette őket ebben a bántalmazott pozíciójukban, és kapott egyfajta ilyen legitimációt ez az egyébként teljesen méltatlan helyzet, és hogy ennek megvan a veszélye, nyilván nem csak női oldalról, csak én azt ismerem jobban, hogy az ember ezt úgy tekint, hogy elveszíti a határait kicsit, és hogy nem, ebben is egy nagyon jó modellt állít a szerző, hogy azt mondja, hogy mindez ugye nem azt jelenti, hogy én megengedem, hogy bántsanak, hanem hogy meg tudom áldani azt, aki engem bánt. És a másik, ami szerintem nagyon fontos, és ez is egy kicsit ilyen női szempont, ez az alázatos gondoskodás, ami megint csak ugye egyháztörténeti szempontból nem egy ilyen nagyon tipikus kép, hogyha az egyházainkra gondolunk, inkább más képek vannak a fejünkben, és hogy ez egy nagyon-nagyon krisztusi hagyomány és örökség, és ehhez is egyébként szerintem így jó kapcsolódni, amikor tényleg így a gyermekeinket gondozzuk akár a hétköznapi darágban. Bocsánat csak, hogy Gergely. Ja, én csak nagyon röviden, szerintem mi akár a luteránus evangélikus, akár a református egyház azért van előnyben, bármelyik világi rendszerhez képest, mert mi egyszerre tudunk alárendelni és alárendelődni. Ezért nekem eszembe jutott itt ebben a pár percben az, hogy én önszántabból az eddig életem során kinek rendeltem alá magam. Alárendeltem magam Istennek,
alárendeltem magam az egyházi vezetőimnek, akkor, amikor felszenteltek, és azt mondtam, hogy elfogadom, hogyha intenek, alávettem magam az ő bölcsességüknek, vezetésüknek. Tehát nem lázadozom ellenük, de, ez az egyik oldal, de emellett az az egészséges, hogyha azok, akik mondjuk az egyházat vezetik, úgy rendelik alá akár magukat, vagy mellé a szolgatásaiknak, vagy vezetőként jó esetben alá azoknak, akiket vezetnek, mint akik tartják őket. Mint ahogyan Krisztus alárendelte magát, és szolgává lett értünk. Tehát ez a kettő nálunk egyszerre lehet meg, egyszerre lehet jelen, és szerintem mind a kettőnek jelen kell lennie, hiszen Istennek is mindannyian alárendeljük bizonyos esetekben magunkat, de Krisztusban láttuk, hogy Isten mivé lett értünk. És ez a szimbiózis az, ami egészségesen tud fenntartani egy közösséget. De ott van a lutheri tanításban a keresztény ember szabadságáról, tehát keresztény ember mindenkinek alárendeli magát, mint ember és szolga, de ugyanakkor Krisztusban mindenki szabad. Tehát ez a kettőség paradoxon, egyik a sok a lutheri paradoxonnak, ami nálunk is megvan. Most amit akartam mondani, nem tudom, hogy ismeritek-e Ferenc pápa imáját, tegnap hallottam az ukrán helyzet kapcsán. Tehát döbbenetes erejű ima, hogy az imádságban ő azonosítja Krisztust mind az áldozatokkal, nem csak az áldozatokkal, hanem azokkal is, akik gaztettet követnek el. Tehát ez az alázatnak a legmélyebb foka, amikor azt mondja, hogy hát én abban is ott vagyok. Tehát ez engem nagyon megragadott ez az imádság. Még ezt kiegészíteném, hogy gondoltam, hogy már az elejétől fogva akarok mondani, csak mindig másfelé kanyarodunk, de hogy ez a szituatív dolog nagyon fontos, tehát hogy ahogy Jézus az emberekhez odafordul, az mindig az adott helyzetben történik, a prostituálthoz, a vámszedőhöz, stb. És a keresztény nemzet mítosza, az ugye ott kell, ezt is mondja a szerző, hogy mindig egészséges gyanakvással kell lennünk bármifajta világi és politikai felsőbbség vagy alárendeltség irányába, mert hogy szükségszerűen sajátos logika és érdekek és értékek szerint működik. És ezért szerintem lehetetlen, hogy tényleg Amerikától Lengyelországon át Oroszországig, Magyarországot is beleértve, a világban az összes kereszténynek ugyanaz legyen a legégetőbb problémája és ügye. Tehát, hogy amikor ez a típusú szituatív és helyzetfüggő tényleg szeretetet vagy krisztusi alapetikát felejtjük el. Tehát, hogy ez valahogy megint csak így kiejti a szöget a zsákból, ha ezt így mondjuk. Nagyon, nagyon szalad az időnk, de amiről mindenképpen beszélnünk kell, az maga a könyvnek a címe. A keresztény nemzet mítosza. Ugye maga a cím is feltételezi azt, hogy itt egy mítoszról van szó, és a könyv nagyjából azt vázolja fel, hogy miért nem létezik olyan, hogy keresztény nemzet. De mégis valahogy mindannyiunkban ott van valahol egy nemzeti identitás, és ott van a hitünk, és mint az identitásunknak a része. És a nagy kérdés az, hogy ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz. És ez igaz az egyénre vonatkozóan, de a közösségre vonatkozóan is. Történelmi felekezetből jövünk mindannyian, és nagy valószínűséggel abban a közösségben, illetve abban a templomban, ahol járunk, ott biztosan meg fogunk találni valahol, vagy elől, vagy hátul, vagy oldalt, vagy fönt, vagy lent, de egy nemzeti zászlót azt ott meg fogunk találni. Tehát valamiféle kapcsolódási pont, ha máshol a hagyomány szintjén mindenképpen van a nemzeti identitás és a vallási identitás között. Na vajon hol van ez a kapcsolat? Lehet-e ilyen kapcsolat egyáltalán? Ez az egyik, a kérdésnek az egyik része. A másik része pedig az, hogy manapság nagyon sokat halljuk azt, és hivatkozási alapként, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, vagy azoknak keresztény gyökerei, vagy keresztény értékei az Európának, mint kontinensnek, vagy az országnak, létezik-e ilyen egyáltalán, és hogyha igen, akkor hol? És akkor Gergő, téged kérnélek először. Ezt próbáltam elkerülni ma este, nekem kell először megszólalni, mert ez mindig ugye nehezebb. De ha létezik, létezhet olyan, hogy keresztény munkahely, vagy
keresztény kórház, vagy keresztény, nem tudom, fonókör, akkor keresztény nemzet is létezhet. Persze kérdés, hogy ez mit jelent, és mire használják, és miben gyökerezik. Tehát, mit jelent, és mire használják? Igen. Igen. Ugye nálunk van egy elég erőteljes, a néplélekben is élő Szent Istváni katolikus hagyománya ennek a mi kereszténységnek, illetve a Magyarországnak, mint keresztény nemzetnek. Elég nehéz a mi helyzetünk, mert Mária országa vagyunk, de a legtöbb közögi méltóságunk református, és ez a megszólalásaikban is néha így egészen érdekes dolgokat szül. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a nemzet önmagában úgy nem lehet keresztény, hogy ha azt mondjuk, hogy mi vagyunk a keresztény nemzet, ugye, mint a könyv címe, a keresztény nemzet mítosza. De egy nemzet vallhatja magáról, hogy ő keresztény, és akkor itt árnyalja. Azért vagyok keresztény, mert bár többségében már szekulárisak vagyunk, és mondjuk nem is vagyunk keresztények, de keresztény alapokon állunk, és próbáljuk meg a keresztény etikához mérten élni az életünket, berendezni az államunkat, hülyek vagyunk a történelmi gyökereinkhez, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ilyen szinten lehet keresztény egy nemzet, a nemzet nem lehet keresztény, és itt idő nincs arra, hogy bővebben ebbe belemenjek, de itt fontos, hogy kiemeljem, hogy sokszor összekeverjük sajnos azt, amikor a politikai kereszténységről van szó, azzal, amit mi keresztények kereszténységnek hívunk. Tehát például kifejezetten, hogy a terminus technicus, hogy a politikai kereszténység az nem azt akarja, hogy minden egyes tagja keresztény és keresztény életvitelt folytat, hanem azt akarja, hogy egy nem tudom, bizonyos szinten keresztény háttérrel, vagy keresztény alapokra próbál meg bizonyos kérdéseket helyezni, és így próbálja meg ezt megítelni. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Úgy, ahogyan az Egyesült Államokban próbálják ezt egyes keresztény felekezetek, akikről a könyv is szól, ezt megvalósítani, úgy nem létezik, és soha nem is fog létezni keresztény nemzet, de ez szerintem pont olyan, hogy egyébként meg törekednünk kell arra, hogy egy keresztény nemzet legyünk mi is. Dori? Hát ugye erre én nem tudom a választ megadni, de már három dolog jutott eszembe, hogy az egyik, hogy ugye egy nemzet, vagy egy bármilyen közösség attól lesz keresztény, amilyen minőségben és mennyiségben abban a keresztények jelen vannak. És hát ez Magyarországra nézve azért, ha megnézzük, szóval azért is egy mítosz és egy faramuci helyzet, mert azért valójában kisebbségben vagyunk, tehát hogy mi evangélikusok végképp, de azért a templomba járó, vallást gyakorló hívek is. Szóval, hogy és egyre fogy, tehát amikor tényleg óriási katolikus gyülekezetek vagy plébániákat öt lelkész volt korábban, most egy, vagy papa, bocsánat, most egy látja el. Szóval, hogy az megint az van, hogy annyira távol van így az egyházi valóság ezektől a tényleg ilyen mítikus elemekkel tarkított politikai, vagy politika gerjesztésű, vagy fűtésű narratívektől, hogy szerintem ez egy teljes képtelenség, vagy hát, hogy mondjam, szóval, hogy nagyon paradox. Ez az egyik. A másik viszont, hogyha ugye megpiszkáljuk ezt a nemzet nyelv kérdést, akkor nem akarok nagyon messzire menni, most a Kovács Bogon kijött egy podcastunk, ami a román reformátusokról szól, és hogyha ott például ugye felveted ezt a kérdést, hogy mennyire kapcsolódik össze a nyelvi identitás a nemzetiséggel, akkor ez egy teljesen tabu téma a mai napig. És ezt nem fejtem most ki, hallgassátok meg, viszont az utolsó és záró gondolatom az, hogy részt vettem két éve egy nemzetközi ilyen vallásközi dialógus programban, ahol mindenféle vallású, hát többé-kevésbé fiatalok vettek részt, és ott fogalmaztuk azt meg magunknak, hogy igazából az ember a vallásában is úgy közlekedik, mint a nyelvében. Tehát, hogy a nemzet az ugye egy nyelvet beszélő közössége tulajdonképpen, és ahogyan nem tudsz két nyelvet beszélni egyszerre, úgy nem tudsz egyszerre két vallásban hitre jutni. Most valahogy ez jutott még így eszembe, hogy beszélheted, kulturálisan tarthatod, ez nagyon érdekes, ugye a vegyes hátterű családoknál
tartatod az ünnepeket, belekeveredhetnek elemek, de végül is a hit a maga az megint csak nem ezekben a vallásos külsőségekben fog megmutatkozni. Bocsánat, hogyha csapongó voltam már. Én ebben az országban születtem, ezt az országot szeretem, ezt a nyelvet beszélem, itt érzem jól magam, tehát nekem van hazám, és ezt a hazát én szeretem. És ennek a nemzetnek éppen ezért tagja vagyok. Viszont ennek a nemzetek olyan tagja is vannak, akik nem ugyanolyan keresztények, mint amilyen én vagyok, és én azokat is szeretem. Tehát ez is hozzátartozik a nyitottságomhoz, hogy nem azért szeretem őket, mert én keresztény vagyok, vagy nem azért vagyok keresztény, mert ők is, meg én is magyarok vagyok, hanem ez külön válik, és azt mondhatjuk, hogy az igazi keresztény hit az nem hozza össze, hogy sajnos itt a mi történelmünkben a Isten, haza, család, és akkor a három dolog egyé válik. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, leegyszerűsített és igazán hát nagyon vitatható séma. Szóval én egyszerre szeretnék jó keresztény lenni, maradni, egyszerre szeretnék igazi magyar hazafi lenni, és itthon a nemzetemért felelősen tevékenykedni, csak a kettőt nem szeretem összemosni. Most már itt a vége felé rengeteg nagyon jó téma van a könyvben, amiről még beszélgethetnénk, és talán még lehet, hogy lesz rá alkalmunk is, de talán itt már a vége felé itt rákanyarodva, a célegyenesre mondjuk így, vagy az alkalmunk vége felé, mi az, amit meg tudnátok fogalmazni a könyv alapján, hogy mi az, amit most így fogalmazok, hogy amit hazavisztek belőle, vagy mi az, ami applikálható szerintetek, mert a könyv egy 2004-es amerikai állapotot ír le, vagy abban a közegben keletkezett, és hát egy kicsit azért is jó ez a könyv, mert kicsit olyan, mint egy jó sci-fi, hogy valódi problémákról beszél, csak áthelyezi egy szomszéd galaxisba, és ezért könnyebben tudunk róla beszélni, mint hogyha az küszöbünkön lenne. De most egy kicsit itt a végén hozzuk ide a küszöbre ezt a könyvet és a könyvnek a mondani valóját is. Mi az, amit úgy gondoltok, hogy praktikusan felhasználható a hétköznapokban, abban a társadalmi, politikai és egyházi helyzetben, ami ma Magyarországon van? Mi az, amit föl tudunk használni is? Tibor, téged kérlek először. Én egy szót mondanék, megtanít bennünket gondolkodni, sőt kritikusan gondolkodni, és ez hozzátartozik az emberi létünkhöz, hogy ne fogadjunk el készen dolgokat, hanem igenis gondolkodva, kritikusan éljünk és így tekintsünk önmagunkra, hitünkre, nemzetünkre, egyház és állam kapcsolat. Köszönöm szépen. Dóri? Hát számomra most így az a fájó aktualitása, hogy ugye itt az orosz-ukrán helyzet okán is látjuk nagyon az egyháznak, az orosz ortodox egyháznak a nagyon komoly befolyását, sőt tényleg egyfajta legitimáló szerepét, amiben a szent háború versus bűnös nyugat legitimációja lép fel, és én azt gondolom, hogy ez egy intő példa, hogy tényleg azért kardinális az egyházak, a kereszténység és a vallások független működése, hogy hát most nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, hogy ne jussunk el ideig, hanem hogy egyszerűen tegyük a dolgunkat, és az állam is tudja tenni a dolgát, és ez ne fusson ki ilyen nagyon torz szituációkban. Szerintem számomra most ez az aktuális üzenete. Köszönöm, Gergő. Én magamnak fogok ellent mondani, előre szólok. Én is egy szót emelnék, ez a lelkisége a könyvnek, amit én magammal vinnék, és mégpedig pont az, amit kritizáltam az elején, vagy ebből egy részt vinnék magammal, a pacifizmusából, illetve abból, hogy mennyire sokszor próbál meg a szerző, szerintem túl sokszor, de ez nem baj feltétlenül, arra rámutatni, hogy sokszor inkább a békét kéne keresnünk a folyamatos harc és a háború helyett. És én nem arra a harc és háborúra gondolok, amit Zóri elmondott, ami szintén igaz, és egy jó példa,
de én magam környezetében is Magyarországon és egyébként az egész világon talán, vagy a nyugati kereszténység kapcsán egy permanens háborút látok, ahol egymással háborúzunk, ahol, ahol folyamatosan csak úgy, mint a politikában, az egyházon belül is mindig kell egy ellenségkép, teljesen mindegy, hogy a jobb vagy, tehát a teológia jobb vagy bal oldalról, mindig valaki ellenségképet keres, mindig valaki ellen harcol, mindig valaki ellen fel kell vérteznie magát, és csak ez éltet, és csak ez mozgat, és lehetetlen, hogy árnyaltan gondolkozzon valaki ezekben a szekértáborokban. Lehetetlenség elképzelni, hogy valaki árnyaltabban gondolkozzon, hogyha egy picit kiszól közülük, akkor ellenség lesz. Tehát jó, hogyha egy kicsit megállunk, és ez a könyvben talán segíthet sokaknak, bármit is képviseljenek akár a hazai kereszténységen belül. Megálljunk, és egy picit ezt az állandó háborúskodást, harcoskodást, hogy ettől lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljunk meg magunkra reflektálni is a mi helyzetünkre. Köszönöm szépen. Akkor most egy nagyon rövid időre, és kettő darab nagyon rövid kérdés, lehetőleg egy mondatos kérdés erejére kinyitnánk egy picit a kört még, de kérek tényleg nagyon mindenkit, hogy rövid legyen a kérdés, hogyha valakinek van kérdése, akkor az fölteheti, és hogyha specifikusan valamelyik beszélgetőhöz van, akkor úgy, hogyha általánosan, akkor úgy is, a válaszokat is kérem, hogy kompaktak legyenek. Nekem van egy olyan kérdésem, hogy lehetséges egyáltalán a kereszténység meg politikai reprezentációja. Azért Jézus mond olyan dolgokat, amik olybá tűnik, hogy nem csak így a politikát, hanem akár a társadalomnak az alapvető működését is tagadják, tehát hogy ne halmozzunk fel dolgokat. És hogyha a társadalmunk az végül is valamilyen gazdaságra épül, a gazdaság pedig felhalmozásra, akkor egy olyan mechanizmusnak, ami ezt a folyamatot szeretné irányítani, újraelosztani, igazságossá tenni, létezhet-e egyáltalán megjelenési formája? Szeretne valaki erre kérdésre? Én nem. Gergő? Itt nem tudom, arra gondolsz például, ne halmozzunk fel dolgok Jézusra, de ne gyűjtsetek maguknak kincseket a Földön, mert a rozsd és a moly, meg ez csak egyértelműek legyünk. De ugye, én szerintem a történelem igazolja, akár csak a reformáció korában, vagy mondjuk a mondjuk én beszélek itt egy kapitalista reformátusként, vagy kálmistaként, de azért ez szerintem, hogy amelyik Jézus mondásra utalsz, az nem arról szól, hogy ne legyenek tulajdonai, hiszen te is akár a saját életedben egy gazdaságot működtetsz, a saját gazdaságodat. Az állam is így működik, csak nagyban, és ha te keresztényként ezt meg tudod csinálni, akkor az állam is meg kellene, hogy tudja csinálni jó esetben nagyban, ez inkább a szélsőséges esetet ír el, és az, amikor inkább ragaszkodunk ahhoz, ami földi, egészségtelenül, és nem a mennyeit keressük. Tehát szerintem lehet a kereszténységnek politikai reprezentációja, ugyanúgy, ahogyan a keresztények adhatnak egymásnak kölcsönt, kamatot, és többi, tehát gazdálkodhatnak, úgy akár a gyárom is megteti, ez az egy másik kérdés, hogy valószínűleg egyébként soha nem fog ez megvalósulni. Tehát egy jó reprezentációja, tökéletes reprezentációja soha nem lesz, hiszen gyarló emberek vagyunk. Én más kérdés? Szeretném kérdezni, hogy nyilván egy keresztény nemzetnél, ha beszélhetünk ilyenről, ez egyrészt statisztikai alapon lehet keresztény egy nemzet, mert számolják, hogy ki vallja magát kereszténynek abban a nemzetben, és nem arról beszélünk, hogy ki hogyan él, mert azt ugye nem tudjuk mérni, vagy statisztikai adatokkal igazolni, vagy hogy ki a szónak a szoros értelme, ki él krisztusi életet, mint keresztény. Most, hogyha egy ilyen statisztikai alapon keresztény nemzetben élünk, akkor hogyan tud ez, vagy a könyv beszél arról, hogy hogyan tud ez megjelenni a mi hétköznapjainkban? Mert ugye itt beszéltünk arról, hogy az egyén felelőssége hogyan jelentkezik ebbe, és ez nekem nagyon szimpatikus, hogy a munkahelyemen, a családomban, a környezetemben képviseljem. De amikor a törvényhozásban, a banki dolgokban, vagy bármilyen olyan dologban, ami a
a társadalmat érinti, jelenik meg a kereszténység, akkor az megint csak a statisztikai alapokon nyugszik. És a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy erről beszél-e a könyv, hogy ez hogyan rendezhető, vagy hogyan lehet ezt valahogy normálisan csinálni egy keresztény gyökerekkel rendelkező nemzetnél. Ami most kicsit, majd visszatérek a kérdésre, de ami miatt a könyv nekem szimpatikus volt, és tényleg ezért is választottuk, hogy kiadjuk. Azért, hogy végső soron egy krisztusi normát, egy krisztusi magatartást képvisel a krisztentumban. Kierkegaard volt az, aki azt mondta, hogy a kereszténység nagy bűne, hogy kiirtotta a Krisztus hitet. Tessék belegondolni, milyen mély és döbbenetes ez a mondat. Most a Dórinak a témája a botrány. Azt is mondja még ugye Kierkegaard, hogyha elveszed a kereszténységből a botránkoztatás képességét, akkor nem csak, hogy akkor nem tudsz sebezni, de nem tudsz gyógyítani. Szóval a kereszténységben mindig kell, hogy legyen valami, ami más, mint a világ, ami kicsit botrány, ami kicsit felkavar engem, és felkavar mindenfajta gondolkodást és mindenfajta rendet azért, hogy krisztusivá legyen. Tehát ez a krisztusi szemlélet az, ami számomra izgalmas, és ezt teszi mássá a kereszténységet, vagy a Krisztus hitet a keresztény gondolkodás más típusai között. Elolvashatok erre? Szerintem van benne válasz. Tehát azt mondja a szerző, hogy ugye nem kevesebbre rendeltetünk, mint hogy Krisztus teste legyünk, és ez többek között azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóan kell cselekednünk. A Biblia szerint, és most ugrándozom, de a Biblia szerint azok, akik meghódoltak Krisztus előtt, valóban Krisztusra kell, hogy váljanak a világ számára, hiszen Krisztus az egyházon keresztül folytatja Isten országának kiterjesztését a világ minden szegletében. Mi együtt vagyunk ez a második test, amelyben megelevenedve ő folytatja, amit az első testben elkezdett, rajtunk keresztül testesíti meg Krisztus Isten országát ebben a világban. Isten terve alapján így módon tágulnak a mennyei királyság határai, és fokozatosan átformálják a világunkat. És akkor az utolsó néhány gondolat az, hogy nem akarja Isten rávenni az embereket, hogy valamiféle mágikus bűnbánó imát mormoljanak, vagy valamilyen mágikus igazságról tegyenek tanulságot, elkerülve ezzel, hogy a pokolra jussanak. Nem az a célja, hogy egybe gyűjtsen egy csoportot, akik véletlenül pont a megfelelő dolgokban hisznek, inkább az a szándék, hogy olyan embereket gyűjtsön egybe, akik megtestesítik az ő országát, akik egyénileg és közösségi szinten is képesek arra, hogy megvalósítsák-e Földön Isten valódi birodalmát. Szerintem ez. Oké. Akkor viszont lekerekítjük akkor most a dolgokat, és hangozzon el itt a végén a könyvből két idézet, ami talán jól lekerekíti azt, amiről itt beszélgettünk. Az egyik Isten országának szempontjából, ja is, hogyha már kontextualizálunk. Isten országának szempontjából nem az a kérdés, hogyan szavazzunk, hanem az, hogyan éljünk. És a másik, akárhogyan is gondolkodjunk arról, hogyan kellene a dolgoknak menni ebben a világban, akármilyen politikai vagy erkölcsi nézeteink is legyenek, nekünk, Isten országába készülő híveknek az az egyetlen kötelességünk, hogy az emberekért küzdjünk, és úgy tegyük azt, ahogyan Jézus tette. Azt hiszem, ezt hazavihetjük mindannyian. Köszönöm szépen a beszélgetőknek a részvételt, a hozzászólásokat, és hát bátorítok mindenkit arra, hogy vásárolja meg a kötetet, olvassa a kötetet, gondolkodjon a kötetről, mert nagyon érdemes. Köszönjük mindenkinek a részvételt.